Slavnej povstaleckej armáde bojovali bok po boku najmä Maďari, Slováci, Rusíni, Rumúni a Poliaci. Azonban Rákóczi Ferenc személye olyan, amelyik az asszimilációtól függetlenül megmozgatja az emberek gondolatait, vagy a emberek szívébe él. Ezt mutatja a mai alkalom is, hogy más nemzetiségű résztvevői is voltak ennek az ünnepségnek. Kassa városa is számon tartja Rákóczi emlékét, de azért elsősorban a magyar nemzetiségi polgárok részéről érezzük az igényt nyilván a Rákóczi kultusz ápolása iránt. Szeretnénk, hogyha ez a jövőben is változatlanul folytatódna. Az iskolások is örömmel vesznek részt ezen a rendezvényen, most is lehetett látni, hogy voltak fiatalok, illetve a város részéről is támogatást élvezünk, és bízom benne, hogy a jövőben is ez így lesz. Az ünnep a különbözés, az ünnep mély és parányos.